Az elmúlt hetekben intenzív munka folyt az önkormányzatban arról, hogy felmérjük azokat a lehetőségeinket, amelyekkel megpróbáljuk idézőjelben téve túlélni a téli időszakot. Olyan megtakarító intézkedéseket készítsünk elő, amelyek biztosítják a város működését, hiszen az előzetes felméréseink alapján az energiaár robbanásból következő költségnövekményünk olyan mértékű 2022 évben, és tervezetten vagy várhatóan 2023 évben, amely meghaladja a város teljes adóbevételét, éves adóbevételi szintjét is. Ez Salgótarján esetében, csak hogy példát említsek, olyan drasztikus mértékű, hogy például villamosenergia vonatkozásában 5-6-szorosára emelkedtek a cégeink, intézményeinkben fizetendő díjak, 31-nehány forintról 140-150 forint plusz áfára emelkedett például a kilovattóránkénti villamosenergiára, távhő vonatkozásában 4000-4500 forintos árról 51000 forintra emelkedett az egységenként fizetendő díj. Ez a város vonatkozásában intézményeinknél és cégeinknél több mint 1,5 milliárdos, jövő évben több mint 2,2 milliárdos plusz költséget eredményez. A polgármester úr a csütörtöki közgyűlésen a beszámolójában elmondta, hogy múlt héten folytatott egyeztetést a miniszteri biztos úrral, aki ezért felel a kormányzatban. Azonban ez egyelőre csak egy aféle helyzetfelmérés a kormányzat részéről. Sajnos még az önkormányzati szektor nem kapott olyan pozitív döntésekről szóló híreket a kormányzat irányából, amely segíthetne azon, hogy az önkormányzatok itt Salgótarján is túlélje ezt a nehéz helyzetet. Mi nem tehetjük meg, hogy az idők végtelenségig várjunk, hiszen a várost működtetni kell, és annyira rossz, annyira nehéz a helyzet országos szinten, hogy meg kell tenni a helyi lépéseket. A csütörtöki közgyűlésen számtalan olyan megtakarítási intézkedést hoztunk, amitől azt várjuk, hogy normális mederbe terelhető a város költségvetése, és mint ahogy a interjú elején mondtam, túléljük ezt a telet, és pénzügyileg tudjuk biztosítani a működésünket. A legfontosabb döntések, amelyek a csütörtöki közgyűlésen egyébként teljesen egyhangúlak születtek, hiszen az előkészítési időszakban egyeztettünk az ellenzék és kormánypárti frakciókkal is. Ebből fakadóan sok-sok vitás, kérdés és átbeszélt téma után a városi közgyűlésen teljesen egyhangúlak 100%-os támogatás mellett kormánypárti és ellenzéki képviselők támogatásával ment át a megtakarításról szóló intézkedéscsomag. A legfontosabb intézkedéseink közé tartozik, hogy a téli időszakban december 22-től január 6-áig az összes óvodánkban téli szünetet rendelünk el, bezárjuk az óvodákat, egyetlen egy óvoda és egyetlen egy bölcsödét úgynevezett ügyeletes ellátásra tartunk nyitva, az összes többi intézményben csak temperáló fűtést engedélyezünk. A város múzeumát bezárjuk, egyedül a bányamúzeum fogadhat látogatókat. A megyei könyvtár csak korlátozott nyitvatartással tarthat nyitva, emellett a város művelődési központjának főépülete is bezárásra kerül, csak úgy, mint egyes peremkerületi közösségi terek, közösségi házak is bezárásra kerülnek, ahol csak szociális típusú feladatellátásra nyithatják ki a kapukat a kollégák. A megszorító intézkedéseknek, pontosabban megtakarító intézkedéseknek a egyik fontos követelménye, hogy tehát a bezárandó intézményekben csak temperáló fűtés lehet, a nyitvatartó intézményekben és nyitvatartó cégeknél pedig maximum 20 fok lehet a belső léghőmérséklet. Ez alól kivételt képeznek az óvodák és a bölcsödék, ahol viszont elvárt a 22-24 fokos léghőmérséklet. A döntés nagyon fontos része az, hogy racionalizálni kell mind a világítási, mind pedig a fűtési megoldásokat az intézményeinkben és a cégekben. Ezt fel kell mérni, és ahol a költségelemzés azt mutatja, ott alternatív fűtési megoldásokat kell választani. A teljes megtakarítási intézkedés csomag nagyon fontos kitétele az, hogy a megtakarítási intézkedéseket úgy kell végrehajtani az elkövetkező hónapokban, hogy ugyan létszámstoppot rendelünk el az önkormányzati cégeknél és intézményeknél, de munkavállaló elbocsátásával nem járhat a spórolás. Megismerve ezt az intézkedés tervezetet, hát úgy látom, hogy a helyzet meglehetősen drámai. Különösen a József Attila Művelődési Ház bezárása fogja nagyon érzékenyen érinteni a városlakóit, hiszen van egy nem is akármilyen kőszínházunk, remek gárdával,
remek előadásokkal, és hát most megbezárják. Én mindenképpen megpróbálnám, hogy valamilyen összefogással, legalább részben az előadásokat megtartani, mondjuk például egy újévi koncertet akár. A másik pedig az, hogy hát ilyen meg ehhez hasonló gondok voltak azért a pandémia idején is, és hála Istennek a városban nagyon sok jó és színvonalas civil egyesület működik. Ezek nagyon kreatívak, és sok mindent meg lehet velük oldani. Én úgy gondolom, hogy természetesen minket is érint a dolog, hiszen decemberben szoktuk minden évben, azaz, hogy már 47 éve tartani az adventi gálánkat, és ezt most át kellett rendeznünk, mivel december 1-től a József Attila Művelődési Központ bezárásra kerül, ezért novemberben kell, hogy csoportosítsuk az eseményeket, így nagyon sűrű lesz most ez az időszakunk, de természetesen megértjük a várost is, hogy ilyen megszorításokra kénytelen, és pórolásra kénytelen. Bízzunk benne, hogy azért a közönség az nem fog elszokni ettől a dologtól, hiszen azért csak mozgolódunk, és ahol lehet, jelen leszünk a Nógrád Tánc Együttessel. De megyeszerte is azért járunk, és még van legalább 6-7 olyan programunk Nógrád megyébe, ahol a táncosok fellépnek és meg tudják mutatni magukat. Sajnálatos, hogy ez a kiváló lehetőség itt elmarad, de meg kell értenünk ezeket a dolgokat most. Én úgy gondolom, hogy a szabadtéri rendezvényeket kell előtérbe helyezni, és hát meg kell próbálni ezt az egész helyzetet túlélni, hiszen valószínűleg ezek az árak nem lesznek mindig ilyen magasak, és tulajdonképpen csak túl kell élni ezt a helyzetet.